Sziasztok! Ma egy haul videót hoztam nektek, azaz megmutatom, hogy milyen dolgokat vásároltam mostanában. Ugye egyre ritkábban van ilyen típusú videó, mert mint már említettem nektek, azért mostanában sokkal ritkábban szoktam vásárolni, illetve ha veszek is valamit, akkor többnyire inkább egy-egy dolgot szoktam, és kevesebbszer megyek el úgy tényleg célirányosan vásárolni, hogy több dolgot beszerezzek, viszont azért most voltak igencsak jó leárazások, úgyhogy én is beszereztem néhány dolgot, legköztük mondjuk teljes áru is, de azért gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy hát ha tudtok egy kis ötletet szerezni, ha esetleg kerestek valamit most nyárra, nyaralásra, stb. Elsőként is a H&M-ben szereztem be ezt a nagyon szép rozsdabarna maxi ruhát, amit igazából még kifejezetten a tunéziai utazáshoz vettem, és ott is viseltem a divat héten az egyik nap, és hát nagyon-nagyon tetszik nekem ez a ruha. Szerintem egyrészt nagyon különleges a színe, Tunéziába pont passzol, legalábbis valamiért, amikor Tunéziára gondolok, mint úti cél, akkor ez az egyik első szín, ami beugrik a kék mellett természetesen. És hát szerintem nagyon szép ennek a ruhának a nyakvonala, illetve a derék tájékon ez a megkötős díszítés is nagyon különlegessé teszi, még jobban karcsúsít. Az egyetlen egy problémám velem, hogy az én magasságomhoz, én 164-165 vagyok, nagyon hosszú, magasarkú cipővel tudtam csak felvenni, és akkor is hát inkább kézben fogtam, hogy nehogy véletlenül leessek, meg leszakítsa magamról az egészet, szóval picit fel kell majd varni belőle, szóval ezt tudjátok, ha esetleg ti is próbálnátok, vagy akár online megvennétek. A következő hely, ahol jártam, az a C&A volt, és hát onnan sikerült nagyon szuper dolgokat beszereznem. Az egyik szintén ez a rozsdabarna. Furcsa. Nem így terveztem, hogy ennyire egy színskálán mozogjunk. Ez a szoknyrág nadka. Ez most a szoknyának és a nadrágnak próbált az összevont kifejezése lenni, de most már értem, hogy miért nem használják ezt a két kifejezést egyszerre. Na de minden esetre igazából egy ilyen bőszabású nadrágról van szó, viszont az elején van egy ilyen kis átlapolós megoldása, amitől szemből úgy tűnik, mintha egy szoknya lenne rajtad, ami szerintem egy nagyon különleges megoldás, és tök jó, hogy teljesen kényelmessé teszi a szoknyának tűnő viseletet. Nekem még kifejezetten tetszik rajta a derék részen ez a kis rojtos díszítés, illetve az, hogy egy kötéllel kell megkötni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon különleges, szuper nyári darab. Szintén itt szereztem be ezt a kék színű gumírozott felsőt, ami egy tökéletes kis nyári darab. Nagyon tetszett az ujján ez a kis budgyos megoldás, illetve hogy ilyen kis csipkedíszítésű. Nagyon szeretem az ehhez hasonló szabású felsőket. Nyárra szerintem az ilyen mindig jó választás, és a színe is nagyon szép. Két dolgot szereztem még be innen a C&A-ból, mind a kettő kendő, ugyanis mostanában nagyon szeretem a hajamba, a hajcoffomba, lófarkamba. Hirtelen elfelejtettem a szavakat. Szóval nagyon szeretem igazából csak a hajgumimat eltüntetni ezekkel, akár így hosszan lógatva hagyni, szerintem úgy is nagyon jól mutat, vagy akár kis masnék is lehet belőle kötni, és tényleg ezeknek a kendőknek kb. Számtalan felhasználási módja van. Rakhatod a hajadba, a nyakadba, a táskádba, akár övként is funkcionálhat, és most pár száz forintért nagyon nagy választék volt ehhez hasonló kendőkből, úgyhogy én ezt a két színt szereztem be közülük. Következő utam a Tallivejbe vezetett, ahol egyrészt beszereztem ezt a fehér színű felsőt, aminek nagyon hasonló a szabása az előző kékhez. Ez anyagában ilyen kicsit lyukacsos, ezért nagyon kis szellős, nyári viselet, szintén nagyon tetszik, aztán a valamennyire hasonló ez a korallos, pinkes árnyalatú felső, ami szintén derekában ilyen gumírozott, és hát nagyon tetszett, hogy ilyen kis lágy esésű ujjai vannak, illetve a színe szerintem kifejezetten kellemes, úgyhogy ennek is nagyon örülök, illetve mostanában nagyon szeretem az ehhez hasonló mintájú gombokat, szerintem nagyon jól feldobják ezzel a kis egyszerű részlettel. Sikerült beszereznem egy tökéletes farmer sortot, aminek nagyon örülök, ugyanis már tavaly is szerettem volna, és hát tavaly egy darabom volt, amit hát nem annyira szerettem, és azóta már azt is kinőttem, úgyhogy mindenképpen szerettem volna egy újat, és hát sikerült meg is találnom. Közben most nézem belül a leírást, ez nem Tallivejbe, hanem még az előző C&A pakhoz tartozik, és
minden szempontból tökéletes számomra, nagyon tetszik a színe, mármint hogy ilyen tipikus farmer szín, tehát nem ez a túl sötét, nem túl világos, nem túl koptatott, nincsen rajta semmi extrázás, tényleg teljesen basic. Szabását tekintve egy magas derekú mom shortról van szó, tehát tényleg ez az ápol és eltakar típus, na és a hossza. Megfelelően rövid, de nincs kint belőle a fenekem. Legalábbis én nyáron, amit a legjobban utálok, amikor kint van a lányok fenekének az alja. Szerintem ez borzasztó közönséges. Elhiszem, hogy elégedett vagy a fenekeddel, bár sok esetben, amikor narancsbőrös fenekek lógnak ki mini sortokból, azt nem igazán tudom értelmezni. Mármint ez nem annak a kérdése, hogy ha narancsbőröm van, akkor nyáron hosszú nadrágba kell járni, hanem szimplán ízléstelen, amikor kint van valakinek a feneke, az mindenkinek a magánügye, hogy milyen feneke van, úgyhogy kérlek, nem mutogassátok a feneketeket senkinek, otthon lehet, de bocsánat, ebben egy nagyon erős álláspontom van, de tényleg borzasztó, hogy mennyire rövid nadrágokat fel tudnak venni nagyon sokan. Ha viszont kényelmeset szeretnétek, ami jól ápol és eltakar, akkor ezt nagyon ajánlom, illetve ahogy már korábbi videókban is beszéltünk, a magas derekú farmereknek hátránya tud lenni, hogy eléggé lelapítják a feneket, viszont ez szerintem tök jó abba is. Egy nagyon pici koptatás van a zsebben, ami szerintem jól kiemeli még a feneket is, úgyhogy nekem ez nagyon bevált, ajánlom nektek. Egyébként öv nélkül kapható, csak ma ez volt rajtam, és benne maradt ez az öv, amit igazából anyumtól nyúltam le, úgyhogy bocsi anyu. Visszatérve a Tully Veil vonalra, hát tudjátok, hogy mekkora overall jumpsuit mániás vagyok, úgyhogy nyilván nem tudtam üres kézzel kijönni, amikor megláttam ezt a nagyon szép csíkos overallt, ami, hát ha ránéztek, szerintem ez egy tökéletes nyaralós nyári darab. A színe miatt, az anyaga miatt, hogy ilyen kis lenge csíkos, nekem abszolút azonnal az jutott eszembe, hogy de jó lesz ezt majd nyaralásra fölvenni, ha egyáltalán megyek nyaralni. Szóval szerintem tényleg ez egy ilyen nagyon kis szuper darab. Aztán van itt még egy overall, amit már mutattam nektek Insta Story-ban, szóval onnan ismerős lehet. Erről a puderrózsaszín darabról van szó, ami anyagában mintás, és hát ilyen picit ilyen foltos, talán engem ilyen párduc mintára emlékeztető mintázata van. Ez is ilyen kellően lenge, nagyon kényelmes szabású, ez a pont ott szűk, ahol kell, de nem kényelmetlen. És képzeljétek, amikor én ezt vettem, akkor 3500 forintra volt leakciózva. Nem tudom, hogy kapható-e még, ha igen, akkor csapjatok le rá, mert szerintem ezért ez egy szuper ár. Most ebben a formájában egy nagyon picikét nagy rám, majd kicsit fel kell varni, de szerintem azon kívül tökéletes lesz. Aztán még egy dolog van itt még hátra, ezt a medált is most szereztem be, ez egy Thomas Szabó medál, amin szűz csillagjegy van, és hát igazából amikor megjelent a smink kollekcióm, akkor szerettem volna meglepni magam valamilyen kis különlegesebb darabbal, ami hát egyrészt ilyen vállonveregetés is magamtól magamnak, és hát régebb óta már nézegettem ezt a medált, és most megleptem magam vele. A láncot még régebben vettem egy utazásom során, úgyhogy igazából csak felfűztem rá, és hát nagyon tetszik, úgyhogy az utóbbi napokban szerintem le se vettem még fürtéshez sem. Kicsit a csillagjegy egyébként, ez a motívum egy ilyen medúzára emlékeztet, mármint tudjátok, az őrült szörny medúzára, de néha én is pont így nézek ki, úgyhogy gondoltam, hogy emiatt is ez egy nagyon jó kis személyre szabott medál lesz számomra. Úgyhogy ezeket a dolgokat szereztem be mostanában, írjátok meg kommentben, hogy van-e kedvencetek közülük, és arra is kíváncsi vagyok, hogy ti tudtatok-e mostanában beszerezni valamit a leárazásokon. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!